konyhában mennyire mozogsz otthonosan? Készítesz esetleg otthon ételeket? Hát, úgy teját főzök magamnak, hogyha egyedül vagyok otthon, de úgy annyira nem bonyolodok bele a dologba, úgyhogy amit most fogok csinálni, a hamburgert fogok készíteni, ez kicsit húzós lesz talán, de talán mégsem, majd meglátjuk. Akkor inkább anyukád főztéhez ragaszkodsz, gondolom, hát, nagyon jó főz. Igen, de inkább a mama. Mama, aki ezen a fronton ott van. Mi a specialitása ma már? Fú, sok specialitása van, a spagettit nagyon szeretem, nem tudom. Sok minden. De hát ugye a verseny után nem azt mondtam, hogy mit tudom én, cigánypecsenye jól esne, nem tudom, úgyhogy jött a hamburger. Tudtok már, de mennyiszer eszel hamburgert? Kicsit túl hype-olták nyilván a dolgot. Igen, de hogy így néz ez ki nálad? Mennyiszer? Nem úgy néz ki, hogy egy vadállat vagyok és minden nap az a főételem, de alapvetően szeretem a hamburgert, amikor van a lehetőség, akkor nyilván kihasználom. De azért odafigyelek arra, hogy mit eszek. Szóval így próbálom kiegyensúlyozottan alakítani az étkezésem. Esetleg a közeljövőben vagy a távoljövőben megfordulhat-e az a fejedben, hogy egy saját hamburgeres nyissál majd valamikor? Hát ez így poén szinten megfordult a fejembe az öcsémmel, de annyira nem. Tehát én még szeretnék az úszás vonalon maradni.